9 éve, hogy megrendezik Európa legnagyobb önismereti fesztiválját a Balatonon, az Everness Fesztivált. Ez az út nem könnyű, számos szolgáltatás segíti az utazót, a pszichológustól kezdve a jogán át a masszőrig. Az idei Everness Fesztiválon jártunk. Siófok Sóston vagyunk, ahol mindenkiből bölcs nyugalom árad. Senki sem siet sehova. Bárkivel is beszélgetünk, az az érzés fog el, hogy mögénk lát az illető. Valami többet annál, ami a puszta szem számára érzékelhető. Ez az Everness Fesztivál. A legfontosabb szempont az volt, hogy az embereknek megmutassuk azt, milyen lehetőségek vannak arra, hogy a tudatosságokat tudják fejleszteni, önismerettel foglalkozzanak. Itt megjelenik a világ kicsiben. Mindegyik egy önismereti útnak a belépője lehet. Ilyen például a szakrális falu, ahol az élő tradíciókat mutatjuk be, a buddhizmus, hinduizmus, sámanizmus hagyományokat. De az újabb pszichológia, a New Age tudománya is fontos szerepet kap. Intimitás nagyon fontos a fesztiválon, környezettudatosság, kultúra. Tehát több oldalról közelítjük meg a tudatosságot, mint témát és magát az önismeretet. Eszter szerint innen kizárt dolog, hogy valaki úgy menjen haza, ahogy ide megérkezett. Rengetegféle önismereti útat mutatunk, igazából erre jött létre a fesztivál, hogy minél többet mutassunk. És hát ugye 17 helyszínünk van, vannak mozgás helyszínek. A mozgásterek mellett önismereti táncokban is részt lehet venni a világ minden tájáról. Eszter egyébként fából készít amuletteket, amik különös gyógyító energiával bírnak. Egy éve azt álmodtam, hogy támogató amuletteket készítek, ami azért is fura, mert soha életemben nem készítettem semmit, mert hogy nincsen kézügyességem amúgy. Maga is meglepődött, amikor kiderült, hogy ezek mennyire működnek. A fa hordozza azt a minőséget, vagy az információt, amivel támogat minket az amulett, az a rezgés, ami a fában van. És hogyha ez össze tud kapcsolódni egy bennünk lévő hasonló minőséggel, akkor az abban tud minket támogatni. Tudatosság azt jelenti, hogy tudom, hogy mi van az elmémben. Tehát a gondolatok, érzések és vágyak területéről tisztában vagyok azzal, hogy mi van bennem, és azzal is, hogy az milyen eredményhez fog vezetni. Önismereti iskola, tehát azzal foglalkozunk, ami a világon a legfontosabb, és ez te vagy. Közben sámán dobolásra lettünk figyelmesek, utunk egyből a hangok irányába vezetett. Maga a dob, hát egy alap, olyan régi alaphangszerünk, ami sokkal több, mint egy zeneszerszám, olyan rezgéseket tud adni, nyilván nem bárki kezében, de olyan rezgéseket tud adni, amivel nagyon-nagyon mély hatás elérhető, és gyógyítani lehet vele. És itt arra helyezzük a gyógyításoknál a hangsúlyt, hogy egy picit letegyük azokat a terheket, amelyek már túl sok nehézséget jelentenek számunkra. Tehát a stressztől megszabadulni, kicsit a gondolatainkat kisimítani, a céljainkat megfogalmazni. Egy-egy ilyen szertartás mindezen belső célok megfogalmazásában van segítségünkre az elmélyülés által. A sámán tudó, gyógyító embert jelent, a magyar hagyományokban ezt másként nevezik. A magyaroknak ilyen formán nem voltak sámánjaik, ha a szót nézzük, de olyan gyógyító, tudó embereik, akik hasonlóan működtek, mint más kultúrák gyógyító emberei, igen, és aztán nálunk a státosnak hívták, sőt, ugye a régi elnevezése el nélkül tátos, amit a néprajzi könyvekben lehet mind olvasni. A tátos hangzatilag is érdekes szó. Tátos az egy olyan ember, aki nyitva van az ég felé, a láthatón túli világ felé, és aki ezt a nyitottságát mások hasznára, mások gyógyítására tudja fordítani. Aki szeretné az életét teljességében megélni, annak érdemes ellátogatni a jövőre az Everness Fesztiválra, és felkeltenie magában ezt az új világot.